Köszönöm szépen, elnök úr! Egyúttal köszönöm a meghívást is, hogy a mi non-profit kezdeményezésünk ezen a... Nem hallják a fordítót. Bocsánat. Ezen a fórumon bemutatkozhat. Én Csillag Péter vagyok, közgazdász, és én vagyok ennek a non-profit vállalkozásnak az ügyvezetője, amelyik minőségi helyi termék, Szekszárdis vidéke néven egy helyi termék rendszert működtet, illetve hozott működésbe az idei évben. De ahonnan érkeztünk, illetve ahol ezt a rendszert működtetjük, ez Budapesttől mintegy 150 kilométerre délre a Duna mentén található kis régió, kis térség, egy heterogén, gazdaságilag és kulturálisan heterogén, de mégis kompakt közeg, ahol természetes módon nyílik lehetőség egy ilyen rendszer kialakítására, illetve működtetésére. Ugye azt kell látni, hogy ez nem egy nagy helyi termék szisztéma. 26 településsel indultunk el, ezt szerveztük egybe. Ennél valamivel nagyobb a megye, amelyikben található ez a rendszer, Tolna megye, de a rendszer egyes elemei már túlnőtték, illetve működése túlnőtte ennek a körzetnek a határait, és Tolna megye egészével, illetve a Dél-Dunántúli régióval is megvannak a kapcsolataink. Ugye a helyi termék rendszer, amit mi az elmúlt három évben kialakítottunk, és idén elkezdtünk már valóban működtetni, egy megalapozó kutatással, egy termelői felméréssel kezdődött. Mintegy 220 termelővel állunk jelenleg kapcsolatban. Azt látjuk, hogy ezen a 26 településes körön belül olyan 300 releváns termelő van, akikkel a kapcsolatot még föl kívánjuk venni a működésünk során. Ez a termelői adatbázis kialakítása, illetve a termelői felmérés volt alapja mindennek. Itt szereztünk információkat arról, hogy a fogyasztók és a termelők között milyen kapcsolat hozható létre, illetve melyek azok az irányok, ahol nekünk közre kell működnünk. A termelői adatbázis son alapulva egy online és egy nyomtatott termelői katalógust hoztunk létre. Ből egy példát. Mintaként elhoztam magammal, illetve igazából ez is jövőben majd fejlődhet, de mégis egy materiális alapját képezi a termelő és a fogyasztó kapcsolatának. A fontos eleme ennek a helyi termékrendszernek az adatbázison kívül a fogyasztói bizalmat és egyúttal a termelői bizalmat is erősítő és egybeforrasztó helyi termék tanúsító védjegy. Ezt a termelőkkel együttműködve és a fogyasztói érdekek mentén hoztuk létre. Ugyancsak létrejött egy honlap, ami tartalmazza a termelői adatbázist, folyamatos tájékoztatásra ad lehetőséget. Ezen találhatóak készültek termelői kisfilmek, amelyek a fogyasztókat a termelőkkel élő kapcsolatba tudják hozni, és a piaci oldala, az értékesítési oldala ennek a rendszernek az pedig egy helyi termék mintabolt formájában valósult meg. Ezt a térség központjában, Szekszárdon működtetjük idén május óta. És a non-profit vállalkozásunk tevékenységének további tudatformáló elemei is vannak, amelyek túlmutatnak az élelmiszerrendszer fejlesztésen. Tudatformáló, fenntartható, életmóddal kapcsolatos
akciókat is szervezünk, illetve szerveztünk a közelmúltban. Röviden végigmegyek ezeken az elemeken kicsit jobban kivontva, ugye ez a termelői kalauz, katalógus, amiről beszéltem. Jelenleg ez a környékbeli termelők legteljesebb elérhető adatbázisa. Ebben ezt a fogyasztók és a termelők részére egyaránt osztjuk, szóróanyagként használjuk. Ebben a filozófiánkról tájékozódhatnak a fogyasztók és termelők egyaránt, és elérhetőséggel egészen operatív módon bárki fogyasztó vagy termelő, ha partnert keres, akkor föl tudja lapozni és megtalálja az adott termékcsoportban az elérhető környékbeli termelőt. A tanúsító védjegy egy stilizált élelmiszer kosár, azzal a nem titkolt szándékkal tanúsítottak ilyenre, hogy adott esetben ez a rendszer egy országos kis pici mozaikokból álló rendszer alapja is lehessen. Azt látjuk, hogy számos kezdeményezés van Magyarországon különböző állapotban. Mi igyekeztünk egy a többinél komplexebb és működőképesebb rendszert létrehozni. Azt látjuk így fél év működés után, hogy ennek van jövője is, és hogyha itt az agrárpolitikai döntéshozatallal találkozik ez a kezdeményezés, akkor elképzelhető, hogy a tapasztalatainkat át tudjuk adni más kis térségek számára is, és javulhat a vidék állapota. A honlap és az ahhoz kapcsolódó webshop, amelyen a termelői videók is megtalálhatók, egy screenshotot tettem be a prezentációba erről. Itt a fogyasztók és a termelők egyaránt találhatnak használható információt, recepteket, aktualitásokat, a szezonálisan elérhető zöldségek, gyümölcsökről adatot, termelői kontaktokat találhatnak az érdeklődők. Emellett a Facebookon is helyi termék címszó alatt megtalálhatók vagyunk. A bolt törzsásállói köre, illetve tágabb rajongói a témának követik ezt. Jelenleg olyan 600 aktív követője van a Facebook oldalunknak. És az utolsó eleme ennek a helyi termék projektnek az idén tavasszal megnyílt helyi termékbolt. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy konkrét hely is beinduljon, működjön, ahol ezek a helyi termékek elérhetőek, a fogyasztók tájékozódni tudnak, egy olyan referenciapont mindenki számára, ahol többet kapnak, mint egy egyszerű áru adásvételi tranzakció. Egy kis kulturális gyűjtő és gyújtópontnak szántuk ezt, ahol a helyi fogyasztók, termelőknek egy olyan interfésze jöhet létre, ami túlmutat a jelenlegi formákon. Azt látjuk, hogy ez működik is. Rendszeresen tartunk fogyasztói találkozókat, termelői találkozókat, a védjeggyel kapcsolatos kritériumok pontosítását, termékfejlesztést, csomagolásfejlesztést, a fogyasztói igények visszacsatolását tartalmazzák ezek a kis megbeszélések. Ugyanakkor ugye azt világosan látni kell, hogy ez önmagát egyelőre nem képes eltartani ez a non-profit vállalkozás. A számolink azok még pirosak, viszont igyekszünk, ezt előre is tudtuk, igyekszünk minden erőnkkel az elérhető pályázati forrásokat megszerezni, utána járni nemzetközi együttműködéseket is kiépítve, és azt látjuk tapasztalataink alapján, hogy ez a támogatás politikának a jövőben is egy fontos eleme
kell, hogy legyen, mert ilyen rendszerek önmaguktól a mai magyar vidék gazdasági és szociális állapotában csak nagyon nehezen életképesek. Tehát támogatásra szükség van a jövőben is. Ugye ezt a szemlélet, információ cserének ezek a csatornái, amelyeket felsoroltam. A szemlélet formálását nem csak a helyi termék rendszer primer csatornáin végezzük, hanem igyekszünk egyéb közösségi eseményeket is szervezni. Ilyen volt a közelmúltban, ez például francia esztétikai példán alakult, Szekszárd északi kapujában, Budapest felüli kapujában egy nagy közlekedési körforgalomba telepítettünk szőlőültetvényt, szimbolizálva ennek a kistérségnek, amelyik egyébként Szekszárd egy Magyarország egyik borvidéke. A borvidéki identitást szimbolizáló kis közösségi ültetési akcióval is formáltuk a tudatot. Ilyen akciókra továbbiakban is készülünk. Köszönöm szépen!